A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Vendégünk Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állattenyésztésért és növénytermesztésért felelős alelnöke. Tiszteletem, örülök, hogy itt van velünk. Annál is inkább, mert hogy nagyon fontos kérdések kerülnek ma szóba. Hát először is nyilván az időjárás, illetve a haszonnövényeink állapota jelenállás szerint, mert meglehetősen furcsa volt. Ugye április közepét írunk, és ennek megfelelően azért szeszélyes volt az április is, azt látjuk, tudjuk, ugyanakkor az elmúlt időszak nem különben, és azért ez nincs jó hatása. Kezdjük talán a búzával. Ha búzával kezdünk, akkor a legnagyobb problémát a búzának ez az éghajlatváltozás okozza, ez a hektikus időjárás. Kezdhetném nyilván a csapadékkal is, mert megint ketté szakadt az ország. A nyugati ország részekben és az északi ország részekben vannak területek, ahol bizony már 180, sőt, mi több némelyik helyen már 200 milli csapadék is leesett. Addig nálunk itt az ország középső részébe, tehát Fejér megyét is figyelembe véve, olyan 100 körül mozgunk, éppen mezőformán 106,2, de most ennek nincs teoretikus jelentősége. Még Békésbe és az Alföld nagy részén legfeljebb 30, jobb esetben 40 milli esett egészen ebbe az évbe, hát mostani április végi időszakig. Ez borzasztó kevés. Tehát van, ahol abszolút aszály van az alföldi területeken, ott nyilvánvaló ez megjelenik a búzáknál nódus számba, csökkenésbe, megjelenik abba, hogy alacsonyak a búzák, nyilván a termés eredményekben is. Viszont ahol volt csapadék, és valamennyi csapadék van, még ott is fiziológiai aszály lépett és léphetett fel. Mit is jelent ez? Szépen, amikor elkezd növekedni a búza tavasszal, és melegszik a talaj is, és a légkörű hőmérséklet is, akkor először a gyökérzet még kiterjedtebb lesz, hogy majd azt a nagy vegetatív talajfelszín feletti részt tudja táplálni. Tudja majd táplálni a magot, a kalászt, és hát nyilvánvaló először azt az öt tömeget az ászlós levéllel bezárólag, amely majd biztosítja a generatív fázisba a magkiteljesedést. Igen ám, de pillanatokon belül bejött a légköri hőmérsékletbe a 20 fok fölötti, 25 fok fölötti hőmérsékleti százalék és hőmérsékleti számok, ami azt jelentette, hogy alul a gyökérzet még nem fejlődött ki. A földfelszín feletti vegetatív rész pedig ezerrel kívánta a vizet, természetesen a tápanyagot, de nem volt meg hozzá az a gyökérmennyiség, amelyik ezt biztosítani tudta volna. Ezért ugye ez a fiziológiai aszály, ez azt jelentette, hogy fönt párologtatott volna, termelt volna, növekedett volna, csak nem volt, ami ezt teljesen biztosítani tudja. Épp ezért most ez a csapadékosabb, kicsit hűvösebb időjárás nagyon jókor jött. A jókort azt idézőjelbe teszem, mert lehet, hogy már kicsit későn, de természetesen most volt ideje a gyökérzetnek és a gyökérzónának befognia magát, ahhoz, hogy majd az intenzívebb, melegebb időjárásba már tudjon jól tápanyagot biztosítani a földfelszín. Ez azt is jelenti, hogy a betörő hideggel érkező éjszakai fagyok, hiszen ebből is volt, ugye azt tudjuk, hogy egy érzékeny fenológiai fázisban vannak ilyenkor a búzák. Az nem okozott problémát a fiatal gabonának? Az az igazság, hogy nagyon sokan nem ismerik, vagy kevésbé tudják felfedezni a búzába a fagykárokat. Ezek a lilás elszíneleződések, majd a kaláscsúcsokon, ezek mind fagykárokat jelentenek. Tehát
Igen, lehet találkozni olyannal, ahol egy kicsit megcsípte, de nem tönkretette nyilvánvaló a fagy, a búzát, de inkább az a fiziológiai aszály és a normál aszály a sokkal nagyobb terméskiesést fog mutatni. Azzal együtt, hogy hát mindenütt a gazdák igyekeznek megvédeni az ászlós levelet, hiszen már a hasba van a kalász, hát a árpák azok szépen már kalászolnak, és a rovarkártevők ellen, nyilvánvaló a rozsdák ellen, és hát jó pár héttel ezelőtt, egy három héttel ezelőtt volt ez a bizonyos sivatagi homok, felhő és kiszólódás, hát az meg is hozta a különféle rozsda, a betegségeket. Egy kicsit beszéljünk a búza áráról, hiszen a szaklapok azt írják, hogy eddig 11 eurós drágulásban vagyunk. A határidős piacokra vonatkozik ez természetes. Ez realitás? Azt mondani, hogy 210 euró körül jegyezték a búza árát? A realitás a következő. Az Európai Unióba és hát a világ többi tőzsdei vonatkozásába is, Európára vonatkozóan a MATIF, tehát a francia tőzsde, árutőzsde az, amely meghatározóvá kezd válni. Tehát jól tesszük, hogyha az európai búzaárak változásait, a MATIF árait is követjük, sőt mi több, azt azért erőteljesen kövessük. Ami nagyon fontos, ez az elmúlt 10 évben is így volt, hogy MATIF ár, mínusz, körülbelül hol 15, hol 20, hol 25 ezer forint maximum attól az ország melyik részéről van szó, szállítási költség. Ez volt az az ár, amiért megvették a gabonát. És szépen kialakult az a struktúra, amiben a magyar gazda valahol mindig megtalálta a számítását. Jött a háborúsok előtte természetesen, Covid, utána különféle árváltozások, ukrán búza, ami azt hozta, hogy bizony a MATIF mínusz sokszor 40 ezer forintra is felszökött ugye az ár. Itt beszéltünk róla, hogy eléggé fura volt ez a kereskedők részéről, mert ugye tömegében most sem csökkent az üzemanyag ár akkorát, hogy indokolná ezt a visszarendeződést. Ezzel nem akarom őket arra késztetni, hogy újból emeljenek, hanem beállt egy rend. De hát ebbe a rendbe a termelő kiszámíthatósága nől. Nől, hiszen matifár, mínusz ez a 20 ezer forint körüli összeg, és ezzel már lehet számolni. Nem fogják nagy hullámokat vetni, sem úgy, hogy Magyarország az, ahol a legdrágább a gabona, mert hallottuk, ugye volt ilyen időszak is, szerencsére, hát már aki eladta, és hogy Magyarország a legalacsonyabb a búza vagy gabona ára, mert ilyen időszakot is gyakorlatilag megéltünk. Tehát egy kiegyensúlyozottság felé haladunk. A másik viszont sajnálatos módon együtt kell élni a ukrán, és hát később majd adott esetben az orosz gabonával, amelyik most szerencsére a tengeri útvonalak nagyjából realizálódása és biztonsága vonatkozásába, ugye a dunai tengeri kikötők azért nagy mértékben fejlődtek és átvették a szerepet azoktól a kikötőktől, ahol nem tudnak rakodni. Az ukrán gabona most már ugyanúgy tengeri úton távozik Ukrajnából, mint ahogy eddig tette. Viszont, ha megnézzük a szárazföldi útvonalon való Európába érkezést, akkor láthatjuk, hogy az ukrán gabona szárazföldön való szállítása nagyon drága lesz. Különösen, ha nézzük, hogy ez takarmányminőségű búza. Igen, ezt szerettem volna kérdezni, szükség. Hogy ez továbbra is így van. Így van, az ukránok nem állítanak elő étkezési minőséget. Tehát Magyarországnak a szerepe Olaszország és más országok felé Európába a magas fehérjetartalmú étkezési búzába valósulhat meg. Ezt elmondtuk már többször, kamara is, meg a különféle termelési fórumokon, de azt látom, hogy annyira beidegződött az a rossz gyakorlat a gazdák fejébe, hogy tömegtakarmányt és takarmánybúzát állítunk elő, hogy a változás üteme
az egy kicsit kevesebb, mint ami elvárható lenne. Én mindig szoktam mondani, amikor autópályán közlekedünk, most már sokszor ki van írva, hogy követési távolság 2 másodperc. Először fölkapta az ember a fejét, hogy hogy időbe mérjük a követési távolságot. Hát igen, valahol a változásoknak az időigényessége is nagyon-nagyon rövidül. Tehát bizony étkezési búzát tudunk teremelni, komparatív előnyben vagyunk a tekintetben, hogy az étkezési búza vonatkozásában és a magas fehérje tartalmú búza vonatkozásában megvannak a természeti, talajtani egyéb adottságaink, csak bizony ehhez meg kell venni először a vetőmagot, volt, és el kell vetni, és utána gondozni, ahogy ezt egyébként nagyon sok évtizeddel ezelőtt és az elmúlt években is megszoktuk, amíg nem változtatott a piac más irányba a gondolkodásunkon. Tehát aki étkezési búzát fog termeszteni, és jó minőségben, annak lesz piaca, hiszen kiszámítható piacon a Matip mutatja, igen, hogy mit ér egy étkezési búza. Ez annál is fontosabb, hiszen ez az az előny a magyar gazdaságnak, ahol az étkezési búza vonatkozásába egyrészt a hazai szükségletet, másrészt pedig az exportnak a helyét biztosítani tudjuk. Ugye a Nemzetközi Gabonatanács egy elemzésben a kukorica termelést is elemezték. Mi újság nálunk, hiszen azért tudjuk, hogy ez nagyon-nagyon fontos az ágazat szempontjából. Igen. A kukorica az már nehezebben megítélhető, hiszen a kukorica tekintetében azért még van lesz. Idő, igen. Hát de régebbi készletek is azért még előfordulnak, de itt a ukrán kukorica azért jelen lesz. Jelen lesz azért, mert Európa nagy része kukorica importra szorul. Tehát a legnagyobb kukorica importőr nyilván a spanyolok. És mert Spanyolországban, és itt az összefogásnak a jelentőségéről tudok beszélni, az, hogy a gazdák szövetkeznek, és nagy konglomerátumokat, nagy szövetkezeteket alkotnak, ez egy dolog, ez a kisebbik rész. Hanem ma már vásárlások tekintetében Spanyolországban a nagy, több százezres, több milliós területtel rendelkező szövetkezések is szövetkeznek. Tehát magyarán a spanyol kukorica importnak a szövetkezésen belüli mennyisége eléri az ország szükségletének a 80%-át. És ekkor ülnek le az ukránokkal, és mondják, hogy ők x hajónyi kukoricára tartanak igényt, és hát lealkudják nyilván a legalacsonyabb ára. Tehát, de ez megint nem fog rajtunk keresztül jönni, hiszen tengeri kikötőből tengeri kikötőbe megy, és szélországba megy. Ennek ellenére a kukorica termelés éghajlati vonatkozásaiba is nagy kérdőjelek lehetnek, hiszen a nyári aszály most már mindenütt bekopogtat azon a bizonyos ablakon. És tudjuk jó, hogy amikor a szemképződés és a kukorica virágzása, a pollenszórás megtörténik, ott egy légköri aszály nagyon komoly foghíjas kukoricatermést biztosít a csövön, hiszen már addig kiszárad a pollen, mire a bibére érne. És ezért a éghajlatváltozás a kukorica jövőjét egyelőre hát egy kicsit megkérdőjelezi, hogy meddig leszünk a határa a kukoricatermelésnek, és mikor eshetünk ki belőle. Ez fontos kérdés, mint ahogy a napraforgó. És egyébként a ukrán áru itt is jóval olcsóbb egyelőre még. Ugye? Igen, de a Ukrajna nem igen forgalmaz naturnapraforgót, tehát olajnapraforgót, hanem olajat forgalmaz. Igen. Meg elkészítették a nyugatiak náluk a nagy olajütőket, vagy napraforgó és repce olajgyárakat, ami alapján ők az olajforgalmazásba és az olaj
exportba jeleskednek, és így a napraforgó mag vonatkozásába és a repcetermesztés tekintetében a piaci trendjeink és a piaci lehetőségeink nagyjából megmaradnak. Az más kérdés, hogy a folyamatos növényvédőszer bevonások miatt azért repcét termeszteni, most már külön tudomány, és nagyon sokan sajnos abba is hagyták, és hát messze vagyunk attól a 318 ezer hektáros csúcstól, ami egy 4-5 éve. Igen, ennek ellenére azért nagyon jó körülnézni, tehát az utak mentén, hiszen a repceföldek virágoznak, az fantasztikus látvány, de ugye említette, hogy kevesebben termenek repcét. Ez nyilván azért a gazdaságra, a mezőgazdaságra is általános hatással bír. Abszolút általános hatással bír, és szívet melengedő, csodálatos dolog, sárguló repcetábla, ez egy csoda. Hát nyilvánvaló majd később a napraforgó is, hát jóval később, de hát az is egy napraforgó, virágzó napraforgó tábla is nagyon szép. Viszont ha megnézzük közelről a repce nagyságát, elágazások számát, azokat a termés lehetőségeket, amik majd ebből a virágzásból kijönnek, hát ez azért nem ennyire szívet melengető, mint maga a virágzó repcetábla. Igen, bocsánat, én most olvastam, hogy az állománynak csak 59%-a van jó állapotban egy elemzés szerint Magyarországon. Ez létezik? Igen, és ez nem biztos, hogy egy pessimista előjelzés, ez egy optimista előjelzés. Sajnos a repce nagyon megviselte ez a nagy hektikusság, ami az időjárásban jelenleg. Most egy kicsit térjünk vissza a kukoricára, kiegyensúlyozott az európai piac kukorica tekintetében, hiszen azért nagyon is jól tudjuk, hogy mennyire fontos az ágazat számára. Az európai piac kiegyensúlyozott, hiszen kukoricából van a világban bőven, és a tartalékkészletek is hát elég tetemesek. Tehát ilyen értelemben hiány nem lesz, viszont hogy a Magyarországon a kukoricatermésünk hogy szolgálja majd a nyerességet és a jövedelmezőséget, ez kérdés, hiszen el lett vetve a kukorica, most pár leveres állapotban azért szenved, a napraforgóval együtt, aki a napraforgót elvetette, hiszen ez a hűvösebb időjárás, hát nem kedvez nekik bizonyos értelemben. Szerencsére az esetlegesen előjövő átmeneti hajnali fagyok nem bántják igazából. Az árakról még nem beszéltünk, bár nyilván az még korai. Én csak itt az olajmagok termelői ára, áfa és szállítási költség nélkül azt néztem, hogy a napraforgó mag 16%-kal van alatta a tavalyi árnak, a repce 10-zel, a szójabab pedig 14-el. Ez realitás? Realitás jelenleg. Tehát ha ránézünk. Viszont folyamatosan jönnek azok a műholdas és a világ más tájain levő előjelzések is, amik hát nem mutatnak olyan optimista megállapításokat, amikor a termés mennyiségre azt mondjuk, hogy hát világrekord születhet, annyi gabona, annyi olajos mag teremhet a világban. Ennél sokkal cizelláltabb a kép, és én azt látom, hogy pont a magyar előjelzések folyamatos romlása, objektív romlása okán is, és Európa más országaiban is vannak hát hektikus időjárási jelenségek, ennek az okán is nem lesz ilyen nagy eltérés, és növekedni fognak az árak. Állattenyésztés. Váltsunk témát, hiszen azért van időnk még bőségesen, hogy ezeket időszakonként megbeszéljük, hiszen azt tudjuk, hogy nehéz a klímaválság, a termelők, a gazdasági helyzet, a politikai helyzet, ugye jelen pillanatban nem nagyon enyhül, vagy kedvező irányt kell, hogy vegyen, tehát megválhatjuk, de az állattenyésztés viszont rendkívül fontos a magyar agrárium számára, tehát ahogy olvastam, pénteken lesz egy olyan találkozó, ahol erről is fognak beszélni. Igen. Az állattenyésztésnél vissza kell nyúlni az alap közgazdasági kitételhez.
amikor régen is azt mondták, hogy a búzát bőrbe kell eladni. Ennél jobb közgazdasági alapfogalom ma sincsen. Még akkor is, hogyha kiegyensúlyozottabb a gabonapiac, mint ami különbségekkel és hektikussággal bírt, az állattenyésztésben főleg azért, mert a Nyugat-Európában nagymértékű sertéscsökkenés, a nagymértékű állatkivágások környezetvédő okoknál fogva, most nem akarom elemezni ezt a széndioxid kibocsátást, meg többi metán kibocsátásnak a szélsőséges érzelmi alapon való megközelítését, bizony dinamikusan csökken az állattenyésztés részaránya. Ők most vannak abban az időszakban, amikor egy struktúraváltáson mennek keresztül. Magyarországon az állattenyésztést elmúlt évtizedekben ért nehézségek, piaci problémák megtanították az állattenyésztőket, hogy innovatív megoldások legyenek, beruházások legyenek, és itt köszönhet a kormányzati a plusz 80%-os EU-s kiegészítésre és a kapba történő állattenyésztési beruházási lehetőségekre. Ez pontosan azt jelenti, hogy technológiailag is a világ élvonalába tartozhatunk, és tartozunk is az állattenyésztés tekintetébe. Tehát összegezve egyrészt az állattenyésztők szövetkeztek, másrészt pedig a beruházásaik alapján elérik, vagy meghaladják az európai átlagot. Tehát például a nagy telepeink, sertés telepeink malaclétszámba meg tudják haladni. Most már a dán és a holland számokat, de mindenképpen ott vannak, hiszen csak egy malacsal vagyunk elmaradva ettől a számoktól úgy, hogy a kisebb üzemek is és a háztáji gazdaságok, illetve őstermelők is benne vannak ebbe a számadatba. És látszik is, hogy a Magyarországon meghizlalt sertésre van kereslet. Hát az élő sertés ára, lekopognám pontosabban, ne veszítsük el, hát ilyen hosszú időszakig nem volt a toppon. Mindig valami beütött, és nagy arányú csökkenés következett be. Most igenis a sertés tartók, tenyésztők megfelelő jövedelmet tudnak realizálni. Szarvasmarha ágazat, azt hiszem, hogy a kettőssége miatt is nagyon fontos. Igen, ott két irányba kell menni, de a tejelő szarvasmarha tekintetébe most szép lassan kúszik föl, azért ha lassan is, de a tej ára. Tehát jelenleg a nagy tejtermelő gazdaságok egy része nagyon kevés hasznot tud realizálni, tehát ott a nulla körül mozognak, és bizony sajnos vannak olyanok is, amik ezzel a tejárral már átesnek a mínuszba. De hiszem azt, hogy a nyár és a második fél év az a tejár emelkedésének, ha nem is ütemes, de folyamatos biztosítéka lehet, hiszen Európában tejhiány van. És a tejhiány előbb-utóbb azért az árakat is meg kell, hogy mozdítsa. A húsmarha vonatkozásában kismértékű csökkenés van a ár vonatkozásában, de húsmarhát ma is érdemes tartani, és amikor jó értelemben azt tudom mondani, hogy akár mint a Magyar Általános Szövetség elnökeként, vagy a kamarának az alelnökeként sikerült elérni a minisztériummal folytatott sok-sok előzetes megbeszélés után, hogy a minisztérium Brüsszelbe érvényesíteni tudta, hogy a húsmarhára állatjóléti támogatásokat is kapjunk, amit a most a egységes kérelembe be tudnak a gazdák majd adni. Nagyon-nagyon fontos jövedelem kiegészítés jelenthet, és hogyha ezt nem költségelik el, hanem ezt beruházásokra fordítják, akkor bizony a húsmarhába nagyon nagy esély van. De továbbra is azt kell mondanom a kiskérődző vonatkozásába, hogy most már több év óta, a harmadik évben ki tudjuk mondani, hogy Európában a legdrágább a magyar bárány. Akár könnyű, akár nagy súlyra hizlalva. Tehát
az a Európában meglévő piaci szegmens, amiben a magyar bárány minősége ilyen tartósan és keresetten meg tud maradni, meg kell őrizni. Erre van nyilvánvaló a juhterméktanácstól kezdve a szövetségig jó pár olyan szervezet is, a Magyar Állatok Szövetsége mellett, amelyiknek mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezt a piaci pozíciót ne veszítsük el, ezt a piaci pozíciót megőrizzük. Mert tudjuk, hogy a juba is nagy állománycsökkenés volt, de most már olyan szemedgyönyörködtető, ha már a repcénél ezt a szót használtuk, jó állományaink vannak, amelyik hát az Európa piacokon minőségileg biztosítja a tartós jövedelmezőséget és magas árat. Igen, hát ez egy fontos jövőkép, amit itt felvázoltunk, ha röviden is, a növénytermesztésben és az állattenyésztésben egyaránt, és hát az uniós elnökségünk alatt nyilván ez folytatódni fog, és nagyon fontos, hogy a szaktárca mellett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, illetve a Gazdakörök Országos Szövetsége is egy platformon van, ha úgy tetszik, a folyamatos fejlődés záloga pedig nem más, mint azok a szakmai érvek mentén fejleszteni a növénytermesztés és az állattenyésztés is, amit itt ön felvázolt. Úgyhogy ez egy kiváló történet. Én érdeklődéssel várom meg, én azt gondolom, hogy minden magyar fogyasztó, hogy mi történik a jövőben, és hát ugye ez a pozitívum, az a sok pozitívum, amit itt felsoroltunk, ez azt szolgálja, hogy nem kell azért az álhíreknek teret adni túlságosan, mert jó úton jár a magyar mezőgazdaság. Ennek tükrében köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én köszönöm a meghívást. És ezt természetesen majd folytatjuk ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, vendégemmel most arról beszéltünk, hogy milyen helyzetben van a növénytermesztés, illetve az állattenyésztés. Zászlós Tibortól megkaptuk a választ. Köszönöm szépen a figyelmüket, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.